Orbán Viktor szombati évértékelője nem csak a Fidesz szavazótáborához, hanem a magyar nemzet egészéhez szólt. Így értékelték elemzők a miniszterelnök beszédét. A kormányfő egyértelművé tette, hogy hiába Márkizai Péter a baloldal arca, a háttérből Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon irányítja a szálakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az áprilisi országgyűlési választás arról szól, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon akar visszatérni. Elemzéssel folytatja Balázs és vendége. Nagyon szépen köszönjük, itt van velünk Erdélyi Rezső, Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó szépen. reggelt kívánok! Hát akkor csapjunk is a lovak közé, mert van egy friss felmérésünk, közvéleménykutatásunk. Ezt mindjárt meg is tudjuk majd mutatni a kedves nézőknek. Nagyjából ugye hét héttel vagyunk a választások előtt, és mondhatjuk azt, de ezt majd ön megmondja, hogy magabiztos kormánypárti fölény mutatkozik a baloldali összefogás előtt. Nevezhető ez jelentős különbségnek? Mit gondol? Itt van már a nézők, látják is a képernyőn, ez a Real PR 93 felmérés egyébként. Ugye, hogyha megnézzük a, a, számokat, akkor az világosan látszik, hogy hiba határon túli a fidesz -KDNP nek az erőnye a baloldali közös listával szemben. Bocsánat, és ez a biztos pártválasztók, azt mondjuk el. A biztos listáj, pártválasztók én. esetében, igen. A, tehát a biztos pártválasztók esetében, igen, ez nevezhető maga biztos felénynek jelenleg a fidesz kdnp esetében a baloldali közös listával szemben. Az nem látszik ugyan a, a grafikán, de azért az nagyon fontos, hogy óriási különbség van település típusok között. Tehát, amíg a, a főváros az sokkal inkább ellenzéki, addig a vidék az sokkal inkább kormánypárti. Ezért is sok egyéb. Más mellett, ezért is nagyon szerencsétlenek talán azok a kiszólások Márkézai Péter részéről, amikor a, a vidékieket nevezi a különböző dehonestáló jelzőkkel, alkoholistának, meg mi egyébnek. Na erre mindjárt visszatérünk, de akkor ha már itt tartunk, lehet, hogy kapcsolódik is ez a dologhoz a következő kérdés, amit mondott, hogy minek köszönhető ez a különbség a két fél között? Hát ugye alapvetően itt azért két részre érdemes szerintem bontani a, a dolgot. Az egyik az nyilvánvalóan a kormányzatnak a teljesítménye. Uh, ugye itt volt egy, egy, víruskezelés, meg volt egy gazdasági válságkezelés, nyilván a kettő összefügg, hiszen a vírus miatt uh, tört meg a gazdaságnak az a lendülete, ami egyébként hosszú-hosszú évek óta megvan. Na, ez az egyik része. A másik része pedig uh, azért azt lehet látni, nyilván minden választópolgár látja független attól, hogy milyen érzelmű vagy milyen szimpatizáns, hogy mi történik az ellenzéki oldalon. És uh, ugye ahelyett, hogy az ellenzéki oldal az egy valamiféle egységet és erőt sugározna, gyakorlatilag nap mint nap azt látni, hogy uh, különböző látszólag a választópolgárok szempontjából apróságokon szivakodnak. Tehát nem az a kérdés, hogy ők mit szeretnének belpolitikában, külpolitikában, gazdaságpolitikában, mi egyébben, hanem azon megy a vita, hogy egy listás hely az melyik pártnak jusson. Na most a választópolgárok szempontjából ez egyrészt nem fontos, másrészt pedig a, a széttartásnak, az erőtlenségnek a, a jeleit hát mutatja. Maga a vita mindenképpen. Így van, hiszen azt látják, hogy nem az országot szeretnék kormányozni, hanem a hatalmat szeretnék kézbe ragadni, és igazából sokadlagos kérdés az, hogy mit is szeretnének esetlegesen csinálni. Ön is pedzegette már, de akkor térjünk rá, mert mégiscsak a miniszterelnök jelölt az, aki képviseli, vagy egyfajta egységet mutat egy ekkori hat párti baloldali tömbben is. Már Péter kijelentéseivel kapcsolatban most már nem hétről hétre, hanem lassan napról napra vannak érdekességek és a legutóbbi egy vidéki fórumon mondott érdekességet, ugye nagyjából arról volt szó, azt mondta azt a mondatot, hogy ők ebben a baloldali közös listában külön-külön is képviselik a kommunistákat és a fasiztákat. Nem tudom, jól értettem, jól ért, a nagyjából ugye ez volt a, a lényege. Egy ilyen kijelentés milyen következményekkel jár, hogy mit gondol erről, mint elemző? Önmagában ez a kijelentés a baloldalon belül gyerelek semmilyen következménnyel nem fog járni, efelől ne legyenek illúzióink, mert hogy ugye kevesebb, mint hét hét van a választás, akik nyilvánvalóan minden ilyen elszólást azt megpróbálnak majd szőnyeg alá söpörni, elsikálni. Az egy másik kérdés, hogyha ezt a mondatot mondjuk egy, egy angol száz vagy egy német újságban olvasná a, a nemzetközi sajtót olvasó, a, akár külföldi, akár magyar, akkor azt mondaná, hogy nem, nem érti, hogy hogy lehet egy ilyen mondatot kimondani. És azért ez csak kis részben lehet a, a miniszterelnök jelöltnek a, a tapasztalatlanságának a számlájára írni, mert azért ez önmagában nem mentség, hiszen mindenféle tapasztalat nélkül, rutin nélkül is lehetne tudni azt, hogy ilyen mondatokat nem szabad mondani. A, ez az egyik dolog, a másik, amit az elején mondott, hogy ő mutatna egységet. Na most azért nagyon nehéz egységet mutatni egy olyan én kényszerházasságnak szoktam nevezni, bocsánat a kifejezésért, egy olyan pártszövetségben, ahol tényleg a, a Kádár János félelmeszempi utódpártyától kezdve, egészen a nemrégiben még a, a Magyar Gárdával az utcán masírozó jobbikig megpróbálnak mindenkit egy akolba terelni, és ennek az egy akolba terelésnek igazából láthatóan nincs semmilyen más lényege, csak az, hogy megszerezzék a hatalmat és leváltsák a kormányzatot. Nyilván picit teoretikus, tehát képletes a kérdés, nem tud rá valószínűleg válaszolni, de azért érdekes lehet, hogy mit szólhatnak az ellenzéki pártok vezetőjét, a politikusok ezekhez a, a kijelentésekhez, mikor olvassák vagy meghallják őket. Az is érdekes, hogy Gyurcsány Ferenc ugye a hétvégén tartott egy évértékelőt, és ebben Márkizaj Péter nem kapott azért olyan nagy teret, mint az mondjuk elvárható lenne, mint a közös lista vezetője. Megemlékezett róla Gyurcsány Ferenc, tehát ez, ez tény, de hát azért nem, hogy mondjam, nem ő volt a fő. Az első. Téma. A kérdés első része az, az valóban teoretikus. Tehát uh, sokan szeretnének légy lenni a falon, amikor az ellenzéki pártelnökök uh, meghallják ezeket a kijelentéseket, vagy akár véleményt mondanak róla. Uh, ami Gyurcsány Ferenc évértékelőjét illeti, azért az egy szimbolikus dolog, hogy uh, egy nappal azelőtt, hogy a miniszterelnök évérték tart, nem az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje tart évérték előtt, ő majd talán valamikor később, a, ugye amikor bejelentette, még abba is belezavarodott, hogy melyik napon. Sőt, aztán most kiderült, hogy még egy, most már négy időpont után, most már lett egy ötödik, vagy nem tudom hány időpont. Így van, szóval és ráadásul nem időpont. csak ő, hanem ugye többen mások is állítólag majd felszólalnak ott, a, hanem aki előtte tartott egy évértékelőt, az valójában a, az ellenzéknek a meghatározó személy, az ellenzéknek a vezetője. A, mert azért ne legyenek illúziók, Nyilvánvaló, hogy van egy közös miniszterelnök jelöltje a baloldalnak, ugye a Péter személyében, de azért az nagyon sokat elárul az ő mozgásteréről, vagy inkább a mozgásterének a hiányáról, hogy gyakorlatilag minden olyan kérést, amivel ő megérkezett, mint miniszterelnök jelölt, azt lesöpörtek a baloldali pártok, élünk egyébként a Demokratikus Koalícióval és a jobbikkal, saját frakció, a politikusok mi egyéb? Érdekes kérdés, picit említette vagy érintette. Térjünk azért vissza rá, mert a vita az egy érdekes dolog, és tíz napja maradt körülbelül, bő tíz napja mondjuk az ellenzéknek, ugye, hogy leadja az, a listát, ami még nincs meg. Ehhez képest csak a fidesz KDMP meg már összeszedte a 100 egyéni képviselő jelölthöz szükséges ajánlásokat. Ez is mutatja a két oldal közti különbséget. Ugye tegnap egy műsorban, egy internetes műsorban volt vendég Márkizaj Péter, és ott feszegette neki a riporter vagy a kérdezőtársra ezt a, ezt a problémát, és azt mondta, hogy legkésőbb február jelzett időpontjáig meg lesz ez a, ez a bizonyos lista, de hát mikor? Nyilván a ugye, ők törvényileg kötve vannak, tehát van egy végső határidő, ameddig le kell adni a listát, és nyilvánvalóan eddig a végső határig, a határidőig el fogják készíteni ezt a listát. De azért az, az tényleg egy nagyon árulkodó és nagyon sokat mondó a dolog, hogy még a mai napig megy a vitatkozás arról, hogy ki szerepeljen a listán ki nem, holott ennek. Nem azt mondom, hogy alapdolognak kellene lennie, hogy meg a lista és leadják, de azért ennek nem lenne szabad a, ilyen problémát jelentenie, és tényleg ez is azt mutatja, hogy egyébként a a, hogy mondjam szóval a, a koncon való marakodás, a, a zsákmány szerzés az itt jelenik meg a legerősebben az összes politikai a rész közül, hiszen a listán azért mégiscsak eldől, hogy kinek lesz a következő négy évben, akár munkája parlamenti mandátuma. És ehhez kapcsolód a fél percünk marad, szóval nagyon röviden egyre több helyen láthatjuk azt egyéni választókerületekben, hogy hiába az előválasztás, a baloldali előválasztás, elindul egy másik baloldali pártnak a képviselőjelöltje is az összefogással szemben. Tehát ez tovább gyengítheti őket egy-egy adott egyéni választókerületben. Akkor mi értelme volt az előválasztásnak? Az előválasztással megpróbálták szűnyeg alá söpörni azokat az ellentéteket, amik megvannak a baloldalon. Jól láthatjuk akár Budapesten, akár vidéki választókerületekben, hogy ez nem vagy csak kis részben sikerült. Köszönöm szépen, hogy itt volt, további szép napot. Köszönöm.